Ez az a közösségi tér, amit ünnepélyes keretek között adtak át Siklós postaszállás település részen pénteken. Főként a helyi, aktívan működő civil szervezetekre gondolva tervezték a közösségi tér kialakítását. A megvalósítást támogatta a terület országgyűlési képviselője. A Siklós szempontjából ez egy nagyon fontos fejlesztési terület volt, hiszen korábban nem volt se pénz, se figyelem a postaszállás környékére. Az új polgármesteri hivatal, illetve az új önkormányzat a polgármesterrel, azért én a civil szervezetekkel összefogva egy fejlesztési tervet rakott le, aminek egy jelentős állomása az értünk a mai nap. Több területet sikerült megújítani Siklóson. Ennek része ez a külterületi rész, ahol sok éven át nem történt semmi hasonló fejlesztés, mondja a város polgármestere. A civilekkel arra jutottunk, hogy ez a terület ez többet érdemel, és alapvetően olyan jó ötletek kerültek elő, akár rendezvények tartásával, akár a hagyományőrzéssel, akár turisztikai vonalon, aminek alapját azért nem tudták megteremteni, mert nem volt infrastruktúra hozzá. Ezért egy meglévő épületet, egy itt hagyott, leromlott állapotú meglévő épületet újítottunk fel, bővítettünk ki, és hoztunk létre egy olyan közösségi teret, ami az alapja lehet az itteni közösség megerősödésének. A 30 millió forint kormányzati támogatásból elkészült beruházás egy olyan új helyszínt tud biztosítani a siklósi civil közösségeknek, ahol a szabad idejüket tölthetik. Egyébként a postaszállási fejlesztés egy 54 milliós csomag része, amelyből játszóterek, közterek újulhattak meg Siklóson.